Tisztelt hajdújárásiak, tisztelt ide látogatók, tisztelt betyárok, erre mondják, hogy azt a betyárját, ugye? Tehát egy olyan rendezvényt sikerült itt már 7. alkalommal hajdújáráson szervezni, ami nem csak a település határain mutat túl, hanem a jelenlegi ország határon is, és messze földön híressé teszi hajdújárást és a Rózsa Sándor Fesztivált. Szeretném megköszönni a hajdújárásiaknak, Sövény Rudolfnak és a szervezőtársaknak, hogy ápolják Rózsa Sándor emlékét, hiszen Rózsa Sándor a miénk, Rózsa Sándor a miénk is, ahogy Ásott Halomé, Röszké, de az egész magyarságé. És nagyon fontos az, hogy a gyerekek tudják, hogy ki volt Rózsa Sándor, tudják azt, hogy mit köszönhetünk neki, hogy ő mit csinált ezeken a mi területeinken annak idején, és ne csak Robin Hoodról halljanak, ahogy a Rudi szokta mondani, hanem Rózsa Sándorról is. Külön megtiszteltetés számomra, hogy Oszter Alexandra megtisztelt bennünket azzal, Oszter Alexandra művésznő, hogy jelen van, hogy az ő vezetésével énekelhettük el a himnuszt, hogy az édesapjára emlékezhetünk, aki a legtöbbet tette annak érdekében, hogy Rózsa Sándort még most 2023-ban is ismerik. Én is azon a filmen nőttem föl, ugyan nem éltem még akkor, amikor leforgatták, de a gyerekkoromban, néhány éves koromban már láttam meg azóta is jó néhányszor, és azt gondolom, hogy nincs olyan, hát nem tudom mennyit mondjak, de talán nincs olyan 20 év fölötti ember, aki legalább egy epizódját annak a filmnek ne látta volna. Az idősebbek meg aztán fújják kívülről. Úgyhogy azt kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat. Köszönöm a betyároknak, hogy itt vannak, és igazán hitelessé, rossz szóval mondva autentikussá, tehát hitelessé teszik ezt a rendezvényt, mert nélkülük ez nem így néz neki. És a szervezőknek még egyszer köszönöm azt a rengeteg munkát, amit évről évre beletesznek abba, hogy ez a rendezvény így nézzen ki. Mi Szabadka város részéről igyekszünk ezt támogatni, és ez így lesz a jövőben is. Köszönöm szépen, érezzék jól magukat!